Elérkezett a negyedik nap, amely egyértelműen a túra koronájának égköve volt. A bázispontról kiindulva délfelé, Bolzano és Merano városok érintésével a Passo dello Stelvio hágó meghódítása volt a napi úti cél. Ugyanezen a vonalon visszafelé, Vipiteno városát érintve, egy kisebb hegyi kitérővel ér véget a negyedik nap. A szerencse továbbra is kitartott, szikrázó napsütésben indult a nap, az időjárás jelentés is remek időt jósolt a napi útvonal teljes szakaszán. Bár térképen nem tűnt soknak a betervezett táv, azonban a szerpentines útnak köszönhetően a napi 300 km is kora esti visszaérkezést vetített előre. A reggeli városi csúcsforgalmat elkerülve az odaút egy 50 kilométeres szakasz a fizetős autópályán vezetett. A 7,5 eurós údíjért cserébe több mint egy órát sikerült spórolni, ez a plusz idő későbbiekben igen jól jött. Az út remek időben, kellemesen gyérforgalomban telt a nap első felében, így volt idő kicsit elmélkedni a Stelvióról, amely történetét volt időm este, a vacsorát követően átolvasnom. Bár a hágó története a bronzkorig nyúlik vissza, amikor is még málhás útvonalként használták a kereskedők, de igazán az 1800-as évekre válik érdekessé a hágó élete. Az utat Valtellina és Val Ventoso városok közt a Habsburgok építették ki, mikor elfoglalták Lombardiát és össze akarták kötni Tirollal. Ezért megbíztak egy lombard építészt, Carlo Doneganit, akinek a tervei alapján 1825-ben megnyílt a 49 kilométeres út. Munkájáért Ferdinánd császár 12 évvel később az Osztrák Birodalom lovagja és a Stelvio nemese címet adományozta neki. Maga a magashegyi út 75 hajtűkanyarból áll összesen, nem véletlenül választotta a Top Gear brit autós magazin a világ legnagyszerűbb útjának. Ezekből 48 az északi oldalon, a Prato oldalon van, ezért sok versenyt szoktak rendezni itt. A 48 hajtűkanyar az 1550 méter magasan fekvő trafóiból vezet a 2757 méter magas Stilserio hágóra, amelyet tovább súlyosbít, hogy a hágó útjain felező vonal nincs felfestve, de bármikor lehet számítani szembejövő forgalomra. Később, mint kiderült, a hágót leírni, elmesélni nem igazán lehet, ezért úgy határoztam, egyben mutatom be kommentár nélkül. Beszéljenek a képek! Üdvözöllek a Passo dello Stelvio hágón!